azért a gasztronómia az is fontos, hogy amit te elkészítesz, és az itt, de utána ott tálalod. Nagyon fontos, na most én... A színeket hogy komponálod? Abszolút. Olyan, tulajdonképpen nem, de képzőkészek lennétek. Hát van két stílus, ugye az egyik a, az a hagyományos nagymama konyhája, ami direkt arra utazik, hogy, hogy ott az ilyen rusztikus legyen a látvány, és akkor van ez a Michelin csillagos irányzat, ami, ami akár egy festmény is lehetne tényleg egy tányér, amin pedig csak két falat van. Egészen máshogy szép a kettő, de valóban mind a kettő ne oda kell arra figyelni, hogy ez hogy néz ki. De vettél már részt olyan, amikor képzőművészet és gasztronómiát összehoztatok? Nem, én olyanba vettem részt, mikor irodalmat és gasztronómiát hoztunk össze, az is nagyon érdekes, nekem inkább az fekszik egyébként, mint a képzőművészet. Hát például egy novellához főzni, az rettentő érdekes és különleges, különösen akkor, hogyha nincs szó a novellában ételről. Már ha van, akkor az úgy adja magát, és akkor nem lehet más csinálni. Tehát ha valamilyen ételről szó van egy novellában, akkor azt főzöm, az egyértelmű. Kicsit olyan, mint hogyha valami zenét bekapcsolnál a főzőt. Olyasmi. Igen. Igen. Akkor végül is, hogy itt vagyunk mondjuk a képek között, a Szépművészeti Múzeumban, akkor itt is akár találhatnánk a képet. Simán el tudom képzelni, hogy egy képhez lehetne főzni valamit. Igen. Nem volt még ilyen feladat. Figyelj, milyen keresünk egy képet neked? Hogy az úgy indulsz el, hogy már egy ismert és által kipróbált ételt, vagy kitalálsz valamit. Valószínűleg kitalálok. A színek, formák? Szerintem igen, vagy magából a korból, biztos, hogy kitalálok. Ugye nem úgy, egyébként nem én találom ki a receptet, ezt mindig azt mondtam, hogy nem úgy van, hanem úgy, hogy az ember napi 20 receptet elolvas, és akkor az valahogy benn van az agyába, és aztán előbb-utóbb abból lesz valami. Simán lehet, hogy olyan lesz, amit már valaki megfőzött, de az is lehet, hogy más 10 ember receptjéből lesz egy 11. Az nem. Biztos, hogy sokkal izgalmasabb, de próbáljunk meg. Melyik? Portás? Nézzük meg a portást. Ezen a portás gyűjtemény, amit szerettem volna mutatni neked. Kíváncsi vagyok, hogy találsz-e itt valamit. És hát ez a fehér? Nem. De ez. És nem ez benne alma. És mindig ilyen hamar döntesz? Hanem nem tudom, mert ez most, egyébként most ez nagyon aktuális, mert ősz van, és most érik a sütőtök. Az a hölgy pedig olyan, bár látom, hogy vasal, de teljesen olyan, mint a tésztát gyúrna, úgyhogy sütőtökös nyokki.